Sziasztok, én Sági Szilárd vagyok, és ez itt a Privát Íz Tippek. Ma abban próbálok nektek segíteni, hogy ugyanazzal az öt ujjacskával fejezzétek be a konyhai előkészületeket, amivel elkezdtétek. Beszélek itt a hagyma szeletelésről és általában a szeletelésről. Ami nagyon fontos, gyorsan szeletelni csak a tévében kell. Otthon csak biztonságosan, oké? Fontos lesz, hogy egy ilyen sévkésetek legyen, aminek jó széles a pengéje, és ami még fontos, hogy amikor szeleteltek, akkor nem lerakjuk az ujjacskát és ott húzogatjuk, hanem lerakjuk és behajlítjuk, és ezen a felületen mindenkinek mutatom, ezen próbálunk meg operálni. Itt van rögtön egy paprika, erre mindenféle trükköt láttam. Én benyomom szépen az ujjacskámmal, megcsavarom, és kiveszem, minimális mag marad benne, aztán ahogy tetszik nekünk egyébként csíkokra vágni. Itt is látjátok, hogy ezen a felületen húzom az ujjam, de azt is csinálhatjuk, hogy szépen lenyomjuk, és akkor keresztbe ilyen nagyobbak, és aztán azt még egyszer elfordítjuk, és kocka. Ez nem egy lecsó paprika, de a lecsóba én így szeretem, ha ilyen kockázva van. Nagyon sokszor paradicsomot meg kéne hámozni. Ilyenkor, ha egy jó késünk van, és megfelelően ügyesek vagyunk, akkor szépen oda lenyomom, és elkezdem így tolni, és oda nézzetek. Ha nem kell egy órát bíbelődnünk, hogy bevágjuk, megmelegítjük, visszahűtjük, nem tudom én, ennyi. Nos, akkor itt van például egy alma. Van olyan időszak a srácok életében, amikor a fogukra nagyon kell vigyázni. Olyankor így négy oldalról bevágom, és miért lesz ez jó? Azért, mert össze tudjuk fogni az almát, és akkor így tudja elvinni a kis kölyök a suliba, mutatom. Egyébként így megmarad addig, amíg rárakom a gumit, így nem fog megbarnulni az almája. Amikor meg majd enni szeretné, akkor lepattintja róla a gumikát, és szépen kifordítja. Akkor eljött az ideje a hagymának és a fokhagymának. A fokhagymát megnyomkodjuk. Mekkora giga darab jött le belőle, ezt már egy csomószor mutattam, erős kezű férfi kell hozzá, vagy ügyes hölgy, még egy fokhagyma, és igazából nem az a lényeg, hogy gyorsan szeleteljük, hanem hogy szép egyenletes szeleteket vágjunk, nem húzogatjuk így, hanem igazából éppen csak hozzáérek a deszkához. Tolom a kést, és nem a deszkát akarom elvágni, aztán ha gondoljuk, akkor még persze rámehetünk. Sokkal fontosabb a hagymának, hogy egyenletes méretű kockákat vágjunk, mint hogy halálgyorsan volt felszelve. És itt van a kis hámozókés, ahogy bevágtam, rögtön húzom is egy kicsit. Itt van ez a gyökér része, ezt azért óvatosan szoktam eltávolítgatni, mert ő az, aki egybe tartja a hagymánkat a szeletelés közben. Én módszerem egyébként nagyon egyszerű, így ketté vágom, megnézem, hogy hol van ez a gyökérrész, bevágom ügyesen úgy, hogy a kis kezemet ne vágjam el lehetőleg, így kétszer-háromszor, ennyi, és aztán erről az oldalról is szintén nem vágom végig, csak úgy érzéssel, hogy ott a vége még mindig megvan, és azt látjátok, hogy itt gyakorlatilag, ami fontos, mutatom, hogy ezek a kockácskák egyenletes méretűek. Próbáljátok és nagyon vigyázzatok a kezetekre, valamint kövessetek, akik a Facebookon kommentelnek, azok nagyon figyeljenek, mert három darab értékes konyhai robotgépet fogunk kisorsolni köztük. Sziasztok!